Jó reggelt kívánok 2024. október 15-én, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk a 22. Zsoltár szavaival. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg ő, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz. Kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem. Gonoszok bandája kerített be. Átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon. Köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol erősségem, siess segítségemre. Köszönjük, Istenünk, hogy mindig kiálthatunk hozzád, és a te igéd igaz, és amit te megprófétálsz, megmondasz, az valóra válik. Így készíts minket arra, hogy veled majd, ha találkozunk, színed elé borulhassunk, és az Úr Jézus Krisztus vére oltalmában üdvösségünket elnyerjük. Kérünk most is, te légy közöttünk szent lelkeddel. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, a Máté írási szerinti evangélium 27. részéből a 31. verstől a 44. verssel bezárólag a következőképpen. Miután kigúnyolták Jézust, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháim. Azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, és az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, menj meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, a világtörténelem legnagyobb igazságtalansága ott van a kereszten, pontosan úgy, ahogyan azt a 22. Zsoltárban olvashattuk. Kezét, lábát átjukasztják, köntösére sorsot vetnek, ruháin megosztoznak. Van egy ember, akit kényszerítenek arra, hogy segítsen, mert már nem bírja a keresztet vinni. Igen, az élet kényszerít arra, hogy vigyem a keresztet, hiszen a keresztet nem viselni, hanem hordozni kell. Amikor odaérnek a kivégzés helyszínére, kábítószert kínálnak neki, ebb és bort, hogy a fájdalmat ne érezze annyira. De ő visszautasítja, érted és értem, mert végig akar menni tudatosan ezen az úton. A felirat: ez Jézus, a zsidók királya. Latinul:
Jézus Nazarénum Rex Iudorum. Ezt szokták úgy rövidíteni, hogy INRI, hiszen az I betűt használta a latin, a J-t pontos J-t nem használta. Így jön ki az, hogy Jézus Nazarénum Rex Iudorum, az INRI felirat. Sokkal fontosabb azonban, hogy miért teszi mindezt. Érted és értem. Minden prédikációnál jobban mondja ezt el, úgy gondolom. Túrmezei Erzsébet, Ámon az Ács című versében. Két szálfát hoztak Ámon udvarára, és szólt a főpap. Ámon, jól figyelj, kereszt legyen. Ne félj, meg lesz az ára. Durva, nehéz, ne faragd rajt sokat, sürgős. És Ámon munkához fogott. Fejszecsapások hullottak a fára, akkor hajnalodott. Felkelt az asszony és a gyermek is. Édesapám, milyen két furcsa fa, mi lesz belőle? Erit Salómé, ne is kérdezd, döbben föl az apa. Kis Salómé vidáman elszalad. Milyen erős a nemrég béna láb, de jó is volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát. Csodálatos volt ez a pillanat. Ámon dolgozik, készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? Valami gyilkos, lator, lázadó, nyomorult emberteste függ le rajt? Akárkié. Annak nem hirdetett bocsánatot szeríd názáreti, mint ő neki. A kis Salómé sírva jön megint. Édesapám, ne ácsold azt a fát, valami úgy fáj a szívem körül. Ámon az ács verejtéket törül. És két pribék cipeli már tova. Hová, emberek? Csak azt, hogy hová, kinek? Szóljatok! Két kerges kezem keresztet, mást minden nap annyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen. Valami hamis próféta volt. Jézus, hisz hallhattad a nevét, nem emlékszel rá? Jaj, emlékezem. Ámon, vidd már a pénzt, kell a kereszt, durva, nehéz, éppen jó lesz neki. Ha igazán Isten fia, ne félj, majd leszár róla a názáreti. Ő rajta lesz, nem a te válladon. Ámon csak áll. Csak áls két szót dadok szünettelen. Nem adom, nem adom. Megvettük Ámon, mi közünk veled? Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács. Nem, nagy urak, kérlek, ma engemet. Én rám sújtson le ostor kalapács. Ártatlan ő, annyit vétkeztem én. A gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, itt van az enyém. Elég volt Ámon, vidd a pénzedet. Kavargó, lármás gyülevészmenet. Látni akarnak, egymáson taposnak. Nihogy vérzik, ni már megint verik. Oda nézzetek, már megint leroskad. Kihederítne rá, hogy valaki ott tördeli kezét a vadmenetben. Nem az övé, az enyém, nekem adjátok, az az én keresztem. Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit se szól, semmit se kérd az asszony. A nagy kereszt ott áll a Golgotán, s ő fennmarad, hogy álmatlan virrasszon. És faggassa a kereszt titkait, a nagy keresztét, hiszen az övé volt. Ő ácsolta, virrasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az égbolt. Most hazajött. Az asszony is remeg. Egymásra néznek, sír bennük a bánat. Szívükbe hasít az a kacagó, boldog gyermekhang, szegény Salómé, szegény, ó, mit se sejt. Édesapám, álmomba láttam ám édesapámat, ékes királyi széket faragott két nagy-nagy fából, s az Úr Jézus ráült, koronája volt, de az egész olyan volt, mint mikor meggyógyította a lábom. Fényes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, ugye gyönyörű álom? Ámon sötét szeme látóra tágul. Királyi széket faragtam neki, és uralkodik az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából. A te váltságod az ő vére, Ámon. Igen, kis Salómém, egyetlen leányom. Gyönyörű álmod volt, próféta álom. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a mi keresztünket vitted, hogy a mi bűneinknek legyen váltság, halál, ára. Köszönjük, hogy van bűnbocsánat, ha van tiszta bűnbánat. Kérünk, hogy ennek a békességével és örömével vigy tovább minket ezen a mai napon. Hogy legyen nagyobb az öröm, mint a bánat.
Köszönjük, hogy adsz erőt, mert belőled erőt meríthetünk naponta. Kérünk, te gyógyítsd a beteget, a szenvedőt, szüntesd meg a háborúkat, és ma is legyen meg mindenben a te akaratod. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!